Sajátos hangulatú koncert résztvevői lehettek a kiskanizsai intézménybe ellátogatók. Most egy új formációval érkeztünk, és valóban már másodjára látogatunk el Nagykanizsára, nagy örömünkre, és az új formációban egy dobos csatlakozott hozzánk a trióhoz, ifjabb Tóth István gitározik, Ávéd János szaxofonozik, és most Szabó Dániel fog dobolni, úgyhogy egy sokkal energikusabb programra lehet készülni, és hát természetesen latin zenére is, illetve már a lemezen hallható saját dalainkkal is készültünk. Az énekesnő legutóbbi két albumával és a kanizsai koncerttel is egy egyedi dallamvilágba vezeti a hallgatóságot. Pátkai Rozina szerzeményeit a latin hangulat és zene inspirálta. Szabó Dániel most sokat hozzátesz a mi zenénkhez, és így alakítjuk a dalainkat is, és hát hamarosan egy közös lemezt is tervezünk, amire magyar nyelvű dalok kerülnek majd. Szerettünk volna újítani, meg hát így zenészként mindig szükség van valamilyen ihletre, inspirációra, és sokat hallottuk már Danit dobolni, számos formáció tagja, és nagyon jó barátunk is, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy így négyen is nagyon jó zenét fogunk csinálni, ebben biztosak voltunk, úgyhogy, és az így is lehet, úgyhogy nagyon, nagyon élvezem most ezt a formációt, és hát Pátkai Rozina kvártett lett volna, hiszen Pátkai Rozina trió voltunk eddig, de végül is a kezdőbetűkből nekem egyértelműen adódott, hogy ez PQR és nem PRQ, úgyhogy szinte azonnal ki is alakult, hogy ez a PQR együttes. Az esten portugál, angol és francia nyelven is felcsendültek dallamok. A rendkívül sokoldalú, számos művészeti projektet megvalósító zenész munkával teli időszakot tudhat maga mögött.
Természetesen online is jelen vagyunk, hiszen online is jelen kell lenni, úgyhogy számos élő koncertfelvétel is felkerült már a YouTube-ra, illetve ezért is van az, hogy mostanában aktívabban írunk dalokat, vagy szerzünk zenét, mert több időnk akadt, és valahogy a zene is formálódott, de nem gondolnám, hogy a negatív irányba, tehát nem lett szomorúbb attól a zene, mert mondjuk be voltunk zárva, hanem sokkal inkább egy másfajta korszakot éltünk meg, és inkább az alkotásra, befelé fordulásra koncentráltunk, és szerintem ettől többek lettünk. A Szeretlek Magyarország program jóvoltából létrejött ingyenes esten az olasz gyökerekkel rendelkező énekesnő és zenésztársai egyedi hangzást adó zeneszámokkal, költők megzenésített verseivel szórakoztatták a hallgatóságot.